Kedves gyerekek, kedves diákok! Köszöntelek benneteket a Pörög fel rovat újabb adásában. Az előző adásban magyar irodalomból és magyar történelemből kaptatok kérdéseket. Nagyon sok helyes válasz érkezett, nagyon szorgalmasak vagytok. Egyre azonban fölhívnám a figyelmeteket. A visszaküldött válaszokon kérünk benneteket, legyen rajta nevetek, osztályotok, és nagyon fontos, az iskolának a neve is. Több olyan helyes megfejtés érkezett, ahol egy kicsit nehéz beazonosítani a tanulót, mert nem tudjuk, hogy melyik iskolába jár. Nagyon figyeljetek erre. És most akkor következzenek a kérdések. Először magyar történelemből. Első kérdés. Mikor volt a tatárjárás? Második kérdés. Mikor volt a kiegyezés? Harmadik kérdés. Mikor módosította Nagy Lajos az aranybullát? Negyedik kérdés. Mikor volt a Dózsa-féle parasztfelkelés? Ötödik kérdés. Mikor volt a Mohácsi vész? Hatodik kérdésünk. Mikor választották első Rákóczi Ferencet fejedelemmé? Hetedik kérdés. Mikor volt a Rákóczi szabadságharc? Nyolcadik kérdésünk. Mikor szállták meg németek Magyarországot? 9. kérdés. Mikor volt a pesti forradalom? És a 10. kérdés. Mikor uralkodott Mária Terézia? Következzenek a magyar irodalom kérdései. Kihez írt a Csokonai a Reményhez című költeményt? 2. kérdés. Mi annak az elbeszélő költeménynek a címe, és ki írta, amely 4 levonásból áll? 3. kérdés. Mi a himnusz alcíme? 4. kérdésünk. Ki írta a Toldi trilógiát? 5. kérdés. Ki írta a Nagyenyedi 2 fűzfát? 6. kérdésünk. Hol született Ady Endre? 7. kérdés. Ki volt a legnagyobb magyar prózaíró? 8. kérdés. Móricz Zsigmond melyik elbeszélésével vált híressé? 9. kérdésünk. Ki írta a Milyen volt szőkesége című verset? És a 10. kérdés. Kinek az életéről szól a Város peremén című regény? Továbbra is várjuk a helyes megoldásokat. Legyetek továbbra is nagyon szorgalmasak. A Gemini televíziós stábja, a tanítónénik, a tanárnénik, minden pedagógus nevében kívánok nektek jó munkát, sok sikert, várjuk a helyes megoldásokat, ne feledjétek, 5-ös jár érte. Viszontlátásra!